Peking, 1989 tavasz. Önnek ez a fotó? Mi a problémád? Mi ez a fénykép? Na, ez a kínaiak véleménye. Peking, 20 évvel később. A tiltott emlékezet. Guo Shi, 30 éves. Tíz éves voltam 89-ben, a Tiananmen téri vérfürdő idején. Meg szoktam kérdezni, ki mit csinált 89-ben. Nekem nagyon gazdag éven volt, sosem felejtem el. A Tiananmen téri vérfürdő éve volt. Akkor ismertem meg a rockot. Nagyon sokat tanultam 89-ben. Aztán megpróbáltam mindent elfelejteni, kitörölni. A családom megfenyegetett. Azt mondták, tilos a párttal szembeszegülni. A halottak, a sebesültek emlegetése csak bajt okozhat. De a konfliktus még mélyebb lett. Bezártak egy pszichiátriai kórházba 3 hónapra, teljesen elzárva a külvilágtól. Szoros megfigyelés alatt tartottak. Telefonálnom sem lehetett. Egy pszichiáternő próbálta átmosni az agyamat. Az államokból jött. Azt mondta, hogy a Tiananmen téri dolgokat az amerikaiak találták ki. 3 hónapon át mindig ezt ismételte nekem. Tiananmen nem is történt meg. Emlékezet. Peking, 1989. április, Beida Campus. Ding Zilin, a Tiananmen téri anyák vezetője. Ezzel a képpel kezdeném. 1989. májusában készült egy tüntetésen. Ott van a fiam az osztálytársaival. Elnézést, de nagyon fáj a hátam. Ő a fiam, és a gimnáziumi barátai. Nézzék meg az arcukat, milyen felszabadultak, milyen tiszta szándékúak. Meg fogják tenni, amit az idősebb diáktestvéreiknek ígértek. Ha azok elesnének, ők a helyükbe lépnek. Nagyon korán kezdte foglalkoztatni a szabadság és a demokrácia gondolata. De ez talán az emberi természetből fakad. 89. áprilisában, amikor a fali röpcédulák elárasztották a kampuszt, minden nap biciklire ült az órái után. Elolvasott minden feliratot, és este elmondta a híreket. Köszönöm.
Akkoriban magas beosztásban voltam a központi bizottság reformokkal megbízott részlegén. Április végén óriási tüntetések törtek ki. Én is oda mentem megnézni, mi folyik. A demonstrációkon diákok százezrei vettek részt. És a pekingi polgárok is ott voltak. A megmozduláson milliónyian lehettek, sőt, voltak ott magas beosztású káderek, még az állami vezetésből is. A polgárok a diákok pártján álltak. Demokráciát és a korrupció megszüntetését követelték. Ezért csütötték rájuk a párt ellenes összeesküvők bélyegét. Molinókat lobogtattak. Volt valami szemtelenség bennük. Kiforgatták a hivatalos jelszavakat. Az egyik felirat így szólt. Nincs nagyobb bűn, mint a nép elnyomása. Teng Xiaoping. Teng Xiaoping és a miniszterelnök Li Peng alábecsülte a diákokat. Azt hitték, hogy majd megfélemlítik őket, és szépen engedelmeskedni fognak a pártnak. De nem így történt. A vezetőségben senki sem tudta, hogy mi lesz a vége. Csak a nagy bizonytalanságot éreztük, és féltünk. Tudtuk, hogy a tiltakozók Teng Xiaopinget támadják, ő pedig nem fogja hagyni magát. Shenzhen, 2009. március. Az ittenieknek Teng Xiaoping az Isten, aki megteremtette Shenzhent. Itt is tüntettek a diákok 20 éve. Itt vonultak fel a kormányzóság épületéhez. Még kisiskolás voltam, de megkértek, hogy írjam alá a petíciót. Roppant büszke voltam, hogy komolyan vesznek. Hazamentem, letettem a táskámat és a vörös nyakkendőt, és visszajöttem tüntetni, amíg apám haza nem cipelt. Azt hiszem, hogy akik 20 évvel ezelőtt idejöttek lakni Shenzhenbe, ma mind gazdagok. Istenítik Teng Xiaopinget. Tilos őt bírálni. Fontosabb, mint Mao. Tessék, ez az étterem ma 20 éves. Ti 89 előtt születtetek, igaz? Szóval a 80-as években. Mit érdekel ez téged? Mit akar ez? Miért érdekel? Hallottatok az 1989-es diák mozgalmakról? A június 4-i vérfürdőről? Nem, sosem hallottam róla. Soha semmit? Nem. Shenzhenben a nagy sugárúton tüntettek a diákok. Pekingben meg elfoglalták a Tiananmen teret 89. június 4-éig. Erről sosem hallottatok? Soha. Peking, 1989. május, Tiananmen tér. A fiam akkor nagyon sok időt töltött a Tiananmen téren. Iskolai rendfenntartóként élelmet és italt vitt a diákoknak. Én akkoriban eléggé konzervatív voltam.
Megpróbáltam lebeszélni a fiatalokat az éhségsztrájkról. A fiamat is megpróbáltam visszatartani, de hiába. Megvárta, amíg este elalszom, és már rohant is a térre. Li Hua, mérnök. 1989-ben 27 éves voltam, és egy kutatóközpontban voltam mérnök Pekingben. Akkor tavasszal én is kijártam a Tiananmen térre, mint mindenki, mint bámészkodó. De belül én is bíztam benne, hogy a diákok legyőzik ezt a korrupt kormányt. Május 17-én Deng Xiaoping rendkívüli központi bizottsági ülést hívott össze az otthonába, és kihirdette a rendkívüli állapotot. Li Peng miniszterelnök bejelentette, hogy rendkívüli állapot lép életbe. A nemzeti hadsereg Peking felé tart. Város szerte sok akadályba ütközik a hadsereg. Katonáink a járműveikben ragadnak. Éhezve, megalázva, titkozódások közepette. A hadsereg visszavonul és elhagyja Pekinget június 3-áig. Június 3-án este együtt néztük a tévét, amikor beolvastak egy katonai közleményt. Kijárási tilalmat rendelünk el minden állampolgár számára. A rendkívüli állapot ténylegesen életbe lépett. Kértem, hogy ne menjen el, mire ő, de anya, tennem kell valamit a társaimért. És akkor ő csókolt szájon engem. És egyszer csak... Isten veled, és a földre lökött. Nem sokkal múlt hajnali 2 óra. A Chang'an sugárút tele volt lángoló katonai teherautókkal. Mint egy csatában, robbanásokat lehetett hallani. Bum-bum. Legrémesebb álmainkban sem merült volna fel, hogy a párt ránk egyszerű emberekre lövessen. Lehetetlennek tűnt. Gyilkosok! Én voltam az események alatt a munkás szakszervezet szóvivője. 3 évig voltam katona, de azt soha nem gondoltam volna, hogy egy katona a tömegbe lőjön. Amikor pedig megláttam az égen repülő golyókat, egy szót sem tudtam szólni, üres lettem. Láttam, ahogy a katonák a tömegbe lőnek.
Minden sorozatnál emberek rogytak össze. A diákok és a civilek ekkor is együttműködtek. Ha összeesett valaki, azonnal elvitték onnan. A sebesülteket kórházba szállították. Nagyon jól szervezetten történt mindez. Egyszer csak tankok érkeztek a térre. Egyikük leszakadva az oszlopról felénk indult. Lehetetlen volt elmenekülni. A legrosszabb helyen beszorultam. Egymáshoz préselődtünk, fulladozva a könygázgránátoktól. Legutoljára arra emlékszem, hogy vizes zsebkendőt szorítok egy barátnő arcára. Feledés. Peking Marriott Hotel, 2009. március. Ma indul a divat reménységei verseny. Nagy nap ez számomra. Azért hívtam meg Bobót, mert ő az ismeretlenségből csupán 2 év alatt rajongott bálvány lett. Az ő pályája valamilyen módon tükrözi a kínai divat felemelkedését. Kérem, tapsoljuk meg a színpadra lépő Ingboránt, azaz Bobót! Szenvedélyem a munkám. Szeretek a színpadon lenni. Magamra vonni a tekinteteket. Érezni a rajongást. De főleg az, hogy mióta sztár lettem, érzem, hogy az életemnek van értelme. Amit csinálok, az spirituális útmutatás a rajongóim számára. Pozitív, lelkesítő képet szeretnék nyújtani nekik. A Balling Ho generáció tagja vagyok, akik 1980 után születtek. Nekünk az optimizmus és a dinamizmus a lényeg. 1989-ben születtem, most leszek 20 éves. Tudja, milyen fontos esemény volt abban az évben? Shenyangban születtem, Mandzsúriában. Hallottam az 1989-es japán-kínai háborúról. Azt tudja, mi történt 89-ben a kínai egyetemeken? 89-ben? Nem, nem hallottam semmit. Shenzhen. Mintha a múltba térnék vissza. Amikor itt dolgoztam, mindig elkéstem. Farmerben, teniszcipőben jártam. Munka után konditerembe mentem. Liu itt dolgozik még? Lisa-ra gondolsz? Ő már elment. Volt ide egy tagságim, még mielőtt apáca lettem. De most már nincs rá szükségem. Ha táncolni akarsz, visszajöhetsz. Nem gond, ha egy apáca táncol? Nem, ha csak nem vagy fiú. Nincs ilyen veszély.
Mikor születtetek? 83-ban. Hallottatok a Tiananmeni téri 20 évvel ezelőtti diák megmozdulásról? Semmit? A mosolygós lány talán tudja. Nem, nem tudom. Nem tudják. Talán túl fiatalok. Igen, túl fiatalok vagyunk ehhez. Igen, 89-ben sokkal fiatalabbak voltatok nálam. Nem tudhatják. És vigyázz a bőrödre. Egyél több zöldséget. Higgy nekem, zöldséget jót fog tenni. Hát akkor sziasztok. Peking. Ai Weiwei, művész, blogger. Sok időmbe telt, mire a sok emlékfoszlány értelmet nyert. Lassanként rájöttem, hogy az új generációnak fogalma sincs a múltunk fontos történéseiről. Valóságos, sok volt ez a számomra. És megvilágosodott a logikája. A hatalom cenzúrája a forrásoknál nagyon kegyetlenül hatásos. És működik. A blogomban sokszor olvasok hitetlenkedő bejegyzéseket. Az internauták ilyeneket írnak. Ez lehetséges? Nem tudom elhinni, hogy mindez megtörtént. Észrevettem, hogy a történelem, mint téma, már gyanús. Ez elszomorít. Hogy egy ország kiradírozza a múltjából a fontos pillanatokat, az durva. Egy diktatúrában ez még nagyobb pusztítás, mint a gyilkosság. Milyen átalakítja az emberek lelkét? Mindenki veszélybe kerül. Arra van balra. Nem tudom, hogy kerültem a kórházba. Kómában voltam, két súlyos koponyasérüléssel, két nyílt sebbel. A nyomuk itt van a tarkómon, ott nem nő haj. Aznap vesztettem el a karomat. Idáig amputáltak, amint bevittek. Engem, mint áldozatot, nagyon érzékenyen érint a történelem ezen része. Sok problémát okoz, hogy mozgássérült lettem. Jelenleg nem találok munkát. Érdekes, hogy ezt a 20. évfordulót majdnem el is felejtettem, mint mindenki. De mit lehet tenni? Aki itt él, el kell fogadnia azt, ami itt van. Bármi történt is, azzal kell élnie. A túlélés nyitja ebben a társadalomban a felejtés. Igen, a felejtés. A fiam 10 éves. Egy nap megkérdezte, apa, te miért vagy ilyen? Nem mondhattam el neki az igazságot. Kínában jár iskolába, jó diáknak kell lennie. De valami nagyon fontosat mégis elmondtam neki. Szó szerint idézem. Fiam, apád elveszítette a karját, de nem szabad szégyelned.
Nem tettem semmi rosszat, senkinek nem ártottam soha. Ha majd nagy leszel, megérted te is. Ezt mondtam. A fiam június 3-án este halt meg, fél órával azután, hogy elment. Ideje se volt, hogy valami durvaságot csináljon. Pedig amikor megmutatták, a holtteste úszott a vérben. Elővettem az altatóimat. Meg akartam ölni magamat. Csak hát minek? Ennek semmi értelme sem lett volna. Magyarázatot akartam, válaszokat a kérdéseimre. Spontán jött az a gondolat, hogy a többi anyával is találkozhassak. A tervünk egy emlékmű a június 4-i vérengzés összes áldozatának emlékére. Minden név rajta lesz, mint Auschwitzban. Rövid életedben igazi férfiként éltél. Peking, Bao Tong otthona. Iratok ellenőrzése. Isten hozta, jöjjenek be. Nézzék. 1, 2, 3. Őrzőimből hárman ott laknak. Nagyon jól látni innen. És van 2 kocsi. A rendszámukat kívülről tudom. Az első 5583, a másik pedig 5643. Ha jól számolom, 8-an ügyelnek csak rám. 3 műszakra elosztva 24-en vannak. Beraktak egy kirakatba, és szépen nézegethetnek. A rezsim élő reklámja vagyok. Nézzék Bao Tongot, milyen liberálisak vagyunk, mekkora nálunk a sajtószabadság. Ez az egyik örömük. A másik, hogy jól exportálható cikk lettem. Mert ismernek engem Kínában? Nem. Láthatnak? Nem. Hallhatnak? Soha. A piros pulóveres lány az unokám. Most 20 éves. Már csecsemőként behozták látogatni a börtönbe. Mikor szabadultam 7 év után, én kísértem az iskolába. Már akkor tudta, hogy követnek minket az utcán. Jól tudta, hogy voltam börtönben. De olyan tapintatos volt, hogy sohasem kérdezősködött erről. Egész kiskorától fáj neki az én múltam. És még mindig nem tudom, fogok-e beszélni neki 89-ről. Ha elmondanám a gondolataimat, előbb-utóbb beszélne róla a családon kívül is. Kínában vagyunk, ez veszélyes lenne számára. Nem akarok rosszat neki. Az unokám egyetemre jár. Kínában 10 000 áhítoznak arra, hogy a jó egyetemekre bejussanak. Ha ma 1989-ről beszélnék neki bármiről, ami a hivatalos párt interpretációjával ellenkezik, azzal csak a karrierjét tenném tönkre, örökre.
怎么办? Félelem. A gyerekkori emlékeim nyomorúságosak. A szüleim a párt bűvöletében éltek. Azt kellett gondolnunk, hogy a párt hatalmas. Ezt óriási nyomásként éltem meg. Holnap miénk lesz a fákja, mely a proletár forradalom hőseié, kik vérüket ontanák a lobogónkért. Egyszerűen nem tudtam, mi is az a párt, amiről folyamatosan beszéltek. Nekem olyan volt, mint egy láthatatlan kéz, vagy szem, ami örökké minket figyel. Gyűlöltem a piros nyakkendőt. Azt mondták, hogy ez a zászló egy darabja, és a színe a mártírok vérét jelenti. Ez megijesztett. Mindig írtóztam a vértől. Miért kell nekem ilyen véres dolgot tekerni a nyakamra? Már 6 évesen úgy vélték, hogy nem normálisan gondolkodom. Anyám nagyon büszke volt, hogy bátyáim, nővéreim párttagok lettek, amint az egyetemre kerültek. Rólam csak úgy beszélt, hogy a kicsi butácska, szegény. Mint óceán hullámzik az úttörők serege. Daluk akár a tengerzúgás. Ártatlan arcukról sugárzik a boldogság. Végig szenvedtem az iskolás éveimet. Nagyon jó tanuló voltam, de soha nem kaptam elismerést. Végül egy közepes képességű osztályba raktak, ahol korlátolt szelleműnek éreztem magam. Szeretnék bővebben is beszélni erről, de kérek egy pillanat türelmet. Ez a mű a Miss Mao sorozat egyik darabja. Nagyon szimbolikus a megfogalmazás. A sárkány természetesen a kínai totemállat. A császár jelképe. Minden kínai család saját kis császárra vágyik. Van is egy mondás. Legyen a fiat sárkány, és főnix madár a lányod. Miss Mao és a sárkány kapcsolata nagyon is szimbolikus itt. A szobor tabu témához nyúl. Kínában nem lehet bemutatni. Szeretnénk feltárni a brutalitás gyökereit a kommunista rendszerben. A munkáink miatt kiszállt a rendőrség, és bezáratta a műhelyünket. Ez a legutolsó alkotásunk. A negyedik része az épület sosem készült el sorozatunknak. Ezen a montázson emberek és helyszínek alkalmazásával meséljük el a mai Kínát. Középen a Tiananmen téri vérfürdő. Ott áll a tankmen, amint megállítja a tankoszlopot. A 89-es tragédia nem egyedi esemény, a rendszer brutalitásának eredménye. Kínai fiatalok, Lu Yi filmje.
A fiatalok a pekingi egyetemről kimentek a Tiananmen térre. Mindig is akartam csinálni 89-ről egy filmet. Négy-öt éve úgy döntöttem, nem várok tovább. Meg kellett csinálnom a kínai fiatalokat, mielőtt végleg feledésbe merülne. Kínában nem került nézők elé a film, betiltották. Engem 5 évre eltiltottak a filmkészítéstől. Nem dolgozhatok semmilyen filmben vagy televíziós műben. Kínai fiatalok. Bármit is teszünk, megfizetjük az árát. Ami 89-ben történt, annak az árát azóta is fizeti egész Kína. Vajon mikor lesz az a nap, az a pontos hely, amikor a kínaiak beszélhettek mindarról, ami történt? Lehet, hogy mindenki gondol erre. Hol, mikor adódik lehetőség, hogy felszínre kerüljön az igazság? Azonban őszintén szólva, én nem tudok erre választ adni. Minden, aminek a kommunista párthoz köze lehet, érinthetetlen. Ez a félelmek gyökere. Az anyafarkas tejét szívtuk magunkba, szól a mondás. Félelem csorog az ereinkben. A régi egyetememről egy professzornő elfogadta, hogy találkozhassunk diákokkal, és beszélgethessünk. De az utolsó pillanatban egy csomó üzenetet küldött és lemondta. Megmutatom. Góosi mester, értesültem, hogy a két francia újságíró titkolt szándékokkal érkezik. Az ön története ürügy számukra, hogy hazánkat rossz színben tüntessék fel. Mint buddhistáknak kötelességünk óvni a nemzet stabilitását és a társadalmi harmóniát. Ilyen üzenet rengeteg van. Azt hiszem, nagyon félhet. A reakcióit a félelem vezérli. Azért ez a politikai zsargon. Ez népünk szánalmas oldala. És ez nem csak a vezetés dolga, mindannyiunk problémája. Bátorság. Ma fogják tárgyalni az ügyemet a kantoni bíróságon. Feljelentettem a pszichiátriai kórházat, ahová erőszakkal vittek be a szüleim kényszerkezelésre 2006-ban. Betereltem az igazgatót.
Ha pénzért valakit illegálisan internálni lehet, és fogva tartani, az nagyon súlyos. Ha nem teszünk ez ellen semmit, bármikor újra megtörténhet. El fogom mondani a bírónak, a közönségnek, a jelenlévőknek, hogy mind veszélyben vannak. Kanton Területi Bíróság. Nézzék! Filmezzék le azt a két embert ott a lépcsőn. A kék ruhás a kórház igazgatója. Itt nem lehet forgatni, tilos? De engem filmeznek. Az mindegy, tilos. Töröljék le. Miért támadnak rám? Meg lehet beszélni, nem? A filmezést pedig be lehet fejezni. Azonnal. Tessék bebizonyítani, vagy engedjék el őket. Töröljék le azt a filmet. Elég, menjünk el. Peking, 1989. május 23-a, Tiananmen tér. Akkor ott senki sem értette, miért estek neki Mao képének. Teljesen váratlan volt a téren mindenkinek. Nekem is. Ezért a diákok maguk elfogták ezeket az embereket, és átadták őket a rendőröknek. Most már látom, hogy ez tragikus hiba volt. Persze ez a gesztus az egyik legcsodálatosabb momentuma a lázadásnak. Ez a három hunani férfi valójában telibe talált. Mao a diktatúra gyökere. Én nagyon tisztelem őket. Nagyon bátrak voltak, és rettenetesen nagy árat fizettek érte. Az ő büntetésük volt a legsúlyosabb. Az a három férfi, akik tintával töltött tojásokkal dobálták meg Mao képét, hős a mi szemünkben. Az utolsót mostanában engedték ki. Azt hiszem, Yu Dongyue a neve. Teljesen megbolondult odabent, nem tud normálisan élni. Nem mi vagyunk az elsők, akik megpróbálják meglátogatni Yu Dongyue-t. Yu Dongyue a börtönben bolondult meg, és ezt ott tudták is. A fogságban. Az elmebetegsége a börtönben kezdődött néhány éve. A börtönőrök megverték, megalázták, megkínozták, ami teljesen illegális. Az adatgyűjtés első lényeges fejezete erre irányul. A börtönben történő illegális cselekményekre. Úgy hallottam, nem fogad el díjazást ezért az ügyért. Semmit sem. Az egyszerű emberek jogait védem. A működési engedélyemet bevonták. Tudod, én részt vettem a 89-es mozgalomban.
Amióta Yudong jött kiengedték, a szülei gondozzák. A kórházi listára hamis néven kellett felvetetniük. Álnéven kezelik? Igen. Én mondtam nekik, hogy ne tegyék, mert ezzel csak behódolnak. Mitől félnek? Hogy kiderül a valódi neve. Egy egyszerű orvosi kezeléshez. Hát, ő politikai bűnös. De letöltötte a büntetését. Igen, de a rokonai nem mernek vele mutatkozni. Annyira megfélemlítették őket. Tudja, hogy hol van most? Nem tudom. Yudong Yeo 2006-ban a szabadulása napján. Azóta a húga gondoskodik róla titkos helyen. Videóbeszélgetés Kukun a kínai Skype-on. Jó döngyő vagyok. Igen, tudom, hogy egy internet kávézóban vagyok. Emlékszik, mi történt 1989-ben? Hogy ön mit csinált? Mao elnök portréja. Megdobáltam tintával, töltött tojással. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hetet dobtam, vagy kevesebbet. Mennyi ideig volt a börtönben? Nagyon üresnek érzem magam. Nincs kedvem játszani a barátaimmal. Ebből elég volt, köszönöm. Halló, jó napot. A bátyám visszazuhant a gyerekkorába. Szíve mélyén úgy érezte, nem tett semmi rosszat, de a börtönben beismerésre kényszerítették. Ettől megbolondult. Semmi jót nem várok a jövőtől. 3 éve járunk orvoshoz, aki semmi jóval nem kecsegtet. Emlékezett felejtés. Hongkong, Happy Valley, 2009. április. Han Dongfang, szakszervezeti vezető. Saját akaratomból bevonultam a börtönbe. Mindenre felkészültem. Arra is, hogy ki fognak végezni. Fura mód nem nyúltak hozzám. Fizikai értelemben nem bántalmaztak. De csináltak mást. Nem ütöttek, más tettek. Részben ezért elvesztettem az egyik tüdőmet. 20 éve ennek. Már nem törődöm vele. 20 év után muszáj elengedni a dolgokat. Lehet, hogy sikerül kitörölniük az emberek emlékezetét. Sikerülhet 5 évig, 10 évig, egy generáción keresztül, sőt, akár 2-n is. De hosszú távon szerintem nem fog menni. Egy nap maga a történelem fogja eléjük idézni a földbe vésődött lábnyomait. És az emberek fel fogják ismerni a nyomokat. Úgyhogy én nem félek attól, hogy elvesztik az emlékezetüket. Nem. április 19. Bobo 20. születésnapja. Boldog születésnapot, Ying Boran! Buli van!
Érdekli a hazája történelme? A mi generációnk nem nagyon foglalkozik a történelemmel. De mi is felnézünk az őseinkre. Érdekel, hogy mik történtek a múltban. Büszke vagyok, hogy kínai lehetek. Mindegyikünknek ugyanaz a háza, úgy hívják Kína. Köszöntelek, Kína. Szívemben mindig ott élsz. Köszöntelek, Kína. Bámullak, mint egy csodát. A földrengés után határoztuk el, hogy megírjuk ezt a dalt, hogy elmondjuk, mennyire szeretjük a hazánkat, mi fiatalok, akik a 80-as években születtünk. Diáklázadás 89-ben? Nem hallottam róla. 1989. Diákok. A magyar változat munkatársai: Sallai Nóra, Forgács Gábor, Endridi Máté, Bókai Mária, Bardóczi Attila, Magyar Sándor, Boskó Andrea, Mihály Falvi Mihály, Valger Zsófia, Ulman Gábor. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2015-ben. Ő 悲伤地坐在你身旁